A Ubisoft nemrég bejelentette, hogy idén novemberről 2025. február 14-ére halasztja a jókora balhékkal lövezett Assassin's Creed Shadows megjelenését. A francia kiadó az okokról szűkszavúan nyilatkozott, most azonban egy belső jelentésből kiderült, hogy alaposan átalakítja a Shadows-t a Ubisoft Quebec csapata. Lássuk a részleteket! A Ubisoft a Shadows halasztásakor közreadott közleményében annyit jelölt meg indokként, hogy mind a parkour rendszer, mind pedig a megreformált lopakodás új technológiára épül, ráadásul ehhez két eltérő stílusú főhőst is kapunk, a cégnél pedig úgy érezték, hogy a fejlesztőknek szükségük van még időre, hogy ezeket a lehető legjobban kidolgozzák. Már ekkor sejteni lehetett, hogy nem csak ennyi állhat a háttérben, hiszen ezzel együtt a Steam-es megjelenést is megerősítették a premierre, ami az utóbbi években egyáltalán nem volt jellemző a Ubisoft játékaira. Többen már ekkor tudni vélték, hogy nem alakulhattak túl erősen a Shadows előrendelései, amit tovább erősített az a tény is, hogy a francia kiadó bejelentette, hogy azok, akik idejében a pre-order gombra nyomnak, ingyen kapják majd meg a játék első story DLC-jét. Aztán persze azt is bevallotta a Ubisoft, hogy az augusztus végén debütált Star Wars Outlaws nem hozta az elvárt számokat, s bár a kiadó nem osztott meg hivatalos eladási adatokat, az Insider Gaming kiderítette, hogy egy hónap alatt 1 millió példányt talált gazdára Keyves kalandjából. Lehetne mondani, hogy az Outlaws egyből elérhető volt a Ubisoft Plus előfizetésben is, és sokan biztosan ott tettek vele egy próbát, de az Assassin's Creed Mirage esetében szintén ez volt a helyzet, Basim kalandjából pedig 3 hónap alatt elkelt 5 millió darab. Arról nem is szólva, hogy az idei év giga sikerére a Black Myth Wukongra 20 millióan fizettek be 30 nap leforgása alatt. Mindez persze még nem indokolta volna a közel 3 hónapos csúszást, így elég egyértelműnek tűnt, hogy a Ubisoft az így nyert extra időt a játék átalakítására fogja felhasználni, ami nem is csoda, hiszen az igen rossz fogadtatásban részesült. A játékosok egy masszív csoportja bojkottot hirdetett, mások pedig a történelmi pontatlanságok okán próbálták megakadályozni a japán megjelenést egy több mint 100 000 felhasználó által aláírt petícióval. A Ubisoft bocsánatot kért elsősorban a japán játékosoktól, és bár kiemelték, hogy csupán egy történelmi ihletettségű fikcióról van szó, megígérték, hogy mindent megtesznek azért, hogy a lehető leghitelesebben mutassák be a szigetországot és annak kultúráját. Az Insider Gaming névtelenséget kérő belsős informátorai szerint a fejlesztők állják a szavukat, és a mostani halasztás legfőbb feladata, hogy a visszajelzések alapján alakítsák át a játékot. Sokan rögvest azt vizionálták, hogy a legtöbbeket kiakasztó fekete szamuráj főszereplőtől, Yasuke-tól szabadulnak meg, de erről szó sincs, ami nem meglepő, hiszen a sztorit, a játékmenet jelentős részét és a marketinget is a fekete harcosra építették. Yasuke történetét viszont átdolgozzák, és azt is, hogy a karakter milyen formában jelenik majd meg a játékban, tehát benne van a pakliban, hogy jövőre már nem szamurájként látjuk viszont őt, ami ugye az elsődleges vádpont volt a kulturális problémák terén, hiszen nagyon kevés információ maradt fent a történelmi karakterrel és valódi státuszával kapcsolatban. Emellett a Ubisoft megkezdte a szintén sokak által kritizált építészeti pontatlanságok kijavítását, mert garantálni szeretné, hogy a Shadows úgy passzoljon az Assassin's Creed világába, hogy közben hű maradjon a valódi történelemhez is. Ezek egyébként alapvetően olyan problémák, melyek kapcsán joggal merül fel a kérdés, hogy a belső tesztelési és jóváhagyási folyamatok során miért nem bukkantak a felszínre, az Insider Gaming pedig ennek az okát is feltárta. A magazin forrásai szerint a Ubisoft sokkal később vonta be a munkába a történelmi szakértőket, mint az egy ekkora projektnél elvárható lenne, ami már alapvetően sok gondot okozhatott. Plusz rátett egy lapáttal erre, hogy állítólag voltak problémák a kommunikációban a fejlesztői részlegek között is, sőt a szűkös határidők miatt nem épp a legalaposabban vizsgálták át a különböző asszeteket, mielőtt rábólintottak volna azokra. Így történhetett meg az is, hogy a Shadows több koncepciós képéhez is engedély nélkül használták fel egy japán történelmi társaság zászlóját, ami miatt ugyancsak nyilvános bocsánatkérésre kényszerült a cég. A körítés mellett pedig a Shadows játékmenete sincs teljesen rendben, ha hihetünk a belsős infóknak. Elvileg finomítani kell még bizonyos játékmechanikákon, továbbá időbe telik, mire bevezetnek egy-két extra elemet, ráadásul az a furcsa ebben az egészben, hogy a Ubisoft számára elvileg nem új keletű a helyzet, állítólag több mint fél tucat fejlesztő már korábban jelezte, hogy el kéne tolni a premiért, mert nincs megjelenésre kész állapotban a Shadows. Sőt, a helyzet odáig fajult, hogy a Ubisoft más stúdióinál is tudhattak a Shadows körüli gondokról. Remélhetőleg a Ubisoftnál nemrég indított vizsgálódás fel fogja tárni azt is, hogy a fejesek miért nem hallották meg azoknak az aggályait, akik konkrétan a játékon dolgoztak. Egyelőre annyi biztos, hogy a Shadows 2025. február 14-én érkezik, de addig még sok minden változhat a játékban, viszont az minden bizonnyal nehezítő tényező lesz a siker tekintetében, hogy jövőre érkezik a szintén szamurájos Ghost of Tsushima folytatása is. Igaz, a Ghost of Yotére is rázódult a népharag az új női főhőse miatt, de az már egy másik kiadó másik problémája. Addig is áruljátok el nekünk, hogy ti mit vártok az Assassin's Creed Shadows-tól? Adtok neki egy esélyt az átalakítás után? Vagy továbbra sem győzött meg titeket a Ubisoft? Jöhetnek a kommentek. Legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!